Sziasztok, rossz csontok, Hermit Hun vagyok. És most egy olyan dologról akarok nektek beszélni, ami engem hihetetlenül régóta foglalkoztat. Segítsetek megfejteni egy rejtélyt. Illetve nem is rejtélyet, hanem egy ilyen a szememből, tehát az én szemszögemből nézve a szememben egy viselkedési, életviteli anomália. Ez pedig a hercegvárás. Mit jelent ez a hercegvárás? Azt jelenti, hogy vannak bizonyos lányok, ugye, akik várják a herceget fehér lovon. Ugye ismeritek ezt a fajtát? Na hát sajnos én is. Szóval ez az a fajta lány, kicsit fedd a kamera, ne törődjetek vele. Szóval ez az a fajta lány, aki ugye nő, hölgy, aki várja a herceget, aki nem fog eljönni soha, vagy nagyon sokára, vagy nem az. Ugye miről beszélünk? Ugye van egy lány, akivel járni akarsz. Még mindig az erdőben vagyok, és itt van egy kis zöld, amit azt tette a szemem. Jaj, imádom a zöldet. Szóval. Vannak bizonyos lányok, hölgyek, akik azt mondják, hogy ők nem találnak párt. Ha volt párjuk, az elhagyta őket, ez nagyon-nagyon sokszor megesik. Kevesebbszer az, de az is előfordul, hogy ők hagyják el a párjukat, tehát ők szakítják meg a kapcsolatot. Viszont mindenképpen jellemző, hogy egyedül vannak, szinglik évek óta. Néha-néha feltűnik egy áldozat, akibe titkon szerelmesek, akár éveken, vagy rosszabb esetben évtizedeken keresztül. Ez általában legtöbbször a főnökük, vagy kevesebbszer náluk fiatalabb, jól szituált munkatársok, vagy pedig nős férfiak. Ezeknek a nőknek ez a párkapcsolat soha nem fog úgy összejönni, vagy 10-ből 9-szer, vagy 100-ból 99-szer nem, hiszen ugye, hogyha nálad fiatalabb a férfi, akkor valami hihetetlen nagy dologgal kell megfognod, hiszen azért, aki nem tudná, azért a férfiak preferálják a fiatalabb hölgyeket párválasztás kapcsán, valahogy így logikus. Erről majd beszélhetünk külön, hogy miért. Aztán, hogyha nős, akkor hát lehet, hogy hűséges és imádja a feleségét, gyermekeit, tehát nem akar veled kokettálni. És ha még jól szituált is, akkor meg nagyjából naponta 100 felkérés jön neki. És akkor köszöni szépen, de vagy leszakítja mindegyik virágot, de csak egy órára, egy éjszakára. Ugye? És miért választana téged? Na most ezek a hölgyek van, amikor jól néznek ki, tehát van, amikor így a férfi szemmel nagyon is kívánatosak és ennivalóak, csak nem adják magukat. Annak, aki tényleg valóban párjuk lehetne, vagy szívesen lenne. Vagy pedig még mellé, kövérek, mint én, ilyen tokával, és akkor, és még lehet, hogy igénytelenek, és mégis várják azt, hogy ők most tökéletes kiszolgálást kapjanak, mert megérdemlik. Persze ők nem tesznek semmit érte. Na, ezek a szituációk vannak, és sok ilyen hölgyeményt ismerek, aki azóta is vár. És aztán vár, aztán 45-50 évesen majd macskás öregasszonyja avanzsál, és onnan kezdve úgy éli le az életét, vagy kutyássá, vagy nekem tök mindegy, mert nem jön meg. Nem jön meg az a hatalmas parti, akire ő várt. Mert ugye az elvárások azok általában ugyanazok, a férfi, akit ő vár, legyen szingli, legyen kedves, kellemes, humoros, figyelmes, gyengéd, kőgazdag, és persze nem akarom, hogy pénze legyen, elég, ha lakása, kocsia, normális jövedelme van, elvisz vacsorázni, néha elvisz nyaralni, én meg 120 ezeret keresek a helyi pékségben. Érted? De én azt mondom, hogy ezek az elvárások, míg amikor végig gondolod őket, ha nem is racionálisak, legalább logikusnak tűnnek, ugyebár, tehát érted, amit akarok mondani, hogy logikusnak tűnnek, hiszen mindenki szereti, hogyha van valami. Tehát ezek az elvárásokról egész eddig azt tudom mondani, hogy önző dög vagy, oké, a tiéd. Csak találd meg pontszeressel is téged, akarjon veled élni, stb. De van itt egy olyan neuralgikus pont, amikor egy közhelyet átlátok fordulni a másik irányba, hogy egyre idősebb leszek, és egyre rondább. Szerencsére stabil párkapcsolatban élek, és rajongva imádjuk, szeretjük egymást, tehát most már engem nem
nem nagyon mozgat ez a fele a világnak, de gyerekek, azért gondoljatok bele, hogy mindig azt mondják, hogy jaj, ti hülye pasik, ti mindig a szőke nagymelű ribancokra buktok. Hát a nagymelű akkor is nekem eleve csak a természetes, mert az ilyen szilikon csöcsöket körülbelül annyira tudom kultiválni, mint hogyha egy ilyen guminőt, tehát jó, adjuk. De ez most az én preferenciám, ezt nem kell minden férfira projektálni, hiszen nagyon sok férfi szereti a műmelleket, arról sem tudja, miért nem tudom felfogni. Na de ez mondom, ez most innen kezdve nem kérdés, hanem az, hogy ja, hát szőke van, amíg, hát mondjuk lehet az barna is, vörös is, és megigéz, úgyhogy előbb megőrülsz. De ja, tehát igen, szeretjük a szép nőket. Szeretünk velük randevúzni, szexelni, mindent szeretünk a szép nőkkel, miért ne? Van, amikor ez visszájára fordul, és annyira megutáljuk őket, persze, hogyha olyan a stílusok, amit nem tudunk elviselni, stb. Stb. Erre mondják, hogy ne dugd meg a falu legszebb lányát. Viszont, párválasztásnál, legalábbis az értelmesebb, azért racionális. Meg kell néznem, hogy milyen anyja a gyerekeimnek, milyen anyja lesz a gyerekeimnek, milyen feleségem lesz. Megfőzi-e nekem a lecsót, hogyha azt kérem, kimossa a szarozgatyámat, az aknimat. Persze, jó, tudom, most egyenlőség van, meg egyenjogúság, és nekem is ugyanannyit kell csinálni, vagy még többet. Jó, ez, most ebben nem menjünk bele, jó, ez legyen egy másik videó témája. Viszont gyerekek, szóval nagyon megnézzük azt, hogy amennyire csak lehet válogatni, nagyon megnézzük azt, hogy ki, mert ugye van jó pár. Szempont, aminek meg kell felelni, ugye. Ezt nem tagadjuk, belátjuk, meg hagyjuk. Szóval van egy pár szempont, aminek meg kell felelni, ugye. És azért az ember, ha nem teljesen hülye, vagy nem teljesen részeg, azért olyan hölgyet választ, akivel ki lehet bírni a szexen túl is. Tehát onnan kezdődik az élet, a beszélgetés, a közös háztartás. És vicces, vagy nem vicces, vagy szörnyű, vagy borzalmas, én azt vettem észre, hogy valójában, akik valóban szemmel szeretnek, tehát csak a szépség miatt tönkretesznek párkapcsolatot, vagy megvalósítanak, azok a nők. Tehát, hogyha magas, barna, kökényszemű, izmos, deltás, karcsú, jófenekű, nagyfarkú fiú bármit megtesz érte, hagyja magát megverni, megalázni, elhagyni, megcsalni, a gyerekeit elhagyja érte, bármit. Tehát én szubjektíven, a személyes tapasztalatomként azt tettem észre, hogy sajnos a nők inkább szeretnek szemmel, mint a férfiak, és a nőknek inkább fontos a kinézet, mint a férfiaknak. Nem mindnek, hanem ennek a magányos típusnak, amelyik várja a herceget a fehér lovon. Illetve mostan inkább a fehér ló az inkább azt mondanám, hogy lakfekete BMW, de jó, szóval értitek a lényeget. És nem tudok ezen túljutni, hogy miért van. Tehát én nagyon sokat gondolkodok, tényleg egy férfinál annyira jó, legyél, fürödj meg, vágd le hajat, szakállad meg, vagy mit tudom én, valaki egy alakíts ki magad, valamennyire legyél tiszta, de egy férfinál tényleg a kinézet a legfontosabb a családalapításhoz. Tényleg, hölgyeim. Tehát cáfoljatok már meg, vagy valami, mert én annyira el vagyok ettől keseredve, hogy ez valami hihetetlen. Hát én annyira szeretném máshogy látni ezt a világot. És mindezt mondom úgy tényleg, hogy én olyan párkapcsolatban élek, hogy nekem nincs panaszom, mert egy olyan nőt találtam, akivel rajongva imádjuk egymást, tehát nincs innen kezdve panaszom az életem végéig, olyan fiatalabb, és én halok meg előbb, tehát onnan majd szenvedjen ő. Hát nem tudom, talál-e még onnan valaki más, szerintem igen, mert annyira cukor, hogy az hihetetlen. És bizony nem tudom eldönteni, hogy azok a nők, akik tényleg arra várnak, hogy a jól kinéző Adonis jöjjön, mert csak az Adonis jó, meg mondom, meg fiatal is legyen, meg minden, tehát a végtelen elvárás, hogy talán az az önértékelési hiány, vagy hiba, hogy nézd magadra, nézd meg, hogy te hogy nézel ki, ha anyagiakat vársz el, akkor nézd meg, hogy te mit tudsz adni, és nézd meg, hogy érsz-e annyit a férfiaknak. Na persze ez a másik verzió, az az aranyás van, mikor legyen 10, hát majdnem azt mondtam, hogy 18 évesen elkezdi az aranyásást. Ugye ezek a fiatal lányok, akik kigyúrják magukat, terembe járnak, leszolízva, műmel, szilikonszáj, műköröm, műszempilla, és akkor
nagyon gazdag. Ferrari is, BMW már nem jó, Ferrari is, Bentley is gazdag, pasi, értitek? Úristen, oké. Okay. És ennek van egy új keletű verziója, amin visítva röhögök. Gyerekek, van egy olyan új aranyásó típus, legalábbis úgy, hogy a 21. század terméke, hogy beszarsz, behugyozol, mert azért tényleg gazdag pasit, azok na, szerettek szerintem volna a lányok 5000 éve is, tehát nincs ebben új a nap alatt. A technika új, és erről is akartam beszélni. Ez kérlek szépen a Facebook, Instagram, Patreon háromszög, vagy valamelyik ilyen oldal. Ugye, amikor csinál a cuki lány, figyelj, cuki lány, de ezt tényleg láttam már spanyolt, japánt, magyart, németet, mit tudom én kit, nem? Cuki lány csinál egy Facebook oldalt, hogy bugyika-bugyika cosplay, érted? Felveszi ilyen lila haj, egy ilyen pánt melltartó, meg egy cérnatanga, és akkor az az ő cosplaye, mert biztos az egyik hentai animében volt ilyen kezdőjelent, amikor még úgymond ruha a hölgyön, és akkor feltesz ebből egy 50-100-150 képet a fél év alatt az Instára, illetve a Facebook oldalára, majd kiteszi a Patreon linket, hogy akkor, hogyha küldesz nekem havi $20 rendszeresen, akkor 5 képet kapsz, ha $40, akkor alá is írom, ha 80, akkor beszélhetsz velem havonta egyszer Skype-on fél órát, ha $200, oh, I wanna know you, I'm adoring you, meg mindent, tehát így, és odaírja, és akkor így havi támogatást vár, tehát már nem az, hogy támogass engem $20, hanem írd alá, hogy te havonta fogsz engem támogatni $20, amíg el nem felejted, vagy meg nem unodtad. Na, úgyhogy, és ez az új aranyásás, és akkor hát képzeljétek, hogyha elég cicis, bár úgy vettem, hiszen nem a cicis lányok vannak fönn, hanem a farban erősek, tehát azok a igazi nagyseggű lányok vannak fönn a legtöbbet, vagy kereshetnek talán a legtöbbet, fene tudja. Na, szóval ez is egy ilyen aranyásási forma, és a cosplayes képeivel, és látom, hogy milyen műtermi fotózás megy, már kis barátnővel ciciket összetolják, meg milyen olyan paróka hegyek, de mindig ez a színes, hosszú, fehér, rózsaszín, zöld, anyám kinya, és műterem, és beállítás, és softboxok, és profi kamera, nagyon jó meg van csinálva, komoly utómunkával, kis has körüli hájacskák szépen eltüntetve, meg bőrhibák, és tolják az okosságot a havi támogatásért. Na most erre még nem mondhatod, hogy a ribancok, mert még ezzel nem csinálnak semmit, csak tolják föl a képeket, szerintem zseniális átverés végül is. Igazából beírod, hogy pornpix, vagy girlpix, vagy cosplaypix a Google-ba, vagy Yahoo-ba, vagy ahol akarod, mit érdekel engem, találsz 1 milliárd képet, és soha nem érsz a végére. Jó, fizess érte, mert akkor az csak neked küldi, meg annak 3000 másik támogatónak. Aztán majd jövőre meg kitezi az ingyenesbe, mert már nincs kedve több képet csinálni. Na mindegy, ezen viszont nagyon jól szórakozom, de hát vannak azok a vénkéjencek, vagy mit tudom én, a unatkozók, akiknek ez is megfelel, csak ez is egy ilyen modernkori aranyásási forma. De ez legalább céltudatos és célvezető, meg célvezető, ugye? Több cél szó nincs a fejemben most. Úgyhogy az aranyásó, az ilyen hercegváró hölgyek. Hogy feloldjuk ezt a diszonanciát, ezt a sikertelenséget, vagy ezt a nagyon makacs céltudatosságot, ami bennük van, hogy nézd meg azt is, hogy te mit tudsz adni, meg hogy érdemes-e ezeket a szabályokat ennyire kőkeményen venni, senki más be nem engedni az életedbe. Érdemes-e az anyagiakat ennyire hajszolni, illetve lehet egy picit engedni az álmaidon, a vágyaidon, és érdemes-e csak szemmel szeretni. Én a csúnya fiúk nevében, a tokás csúnya fiúk nevében kérdezem, hogy akkor mi nem vagyunk emberek? Na, szóval értitek, mit akarok mondani. Szóval értitek. Mert nekünk is van ám nagy szívünk. Kérdezzétek meg Timit. Tudjátok, mennyit gondoskodunk egymásról, és ez két irányú. Tehát nem minden jó pasi, jó pasi. Értitek. Na. Úgyhogy ezt azért még át kéne gondolni. Hölgyeim, én értem, hogy a 40 meg 50 fölött is lehet valaki aranyású.
Azért már sok mindent meg kell tenni, amire nem fűlik a fogatok. Úgyhogy, ja. De amíg így viselkedtek, addig viszont nem értek el más, mint hogy ezek a fiatal, sármos, jóképű, karcsú, szolizott bőrű, luxus körülmények között élő, nagypéniszű, potens pasik, ezek háremet tartanak fönn belőletek, hülyére vesznek, és annyit se értek nekik, mint az orrszűrük, amit ugye levágnak, vagy kihúznak időnként. Ezért azon gondolkodjatok el, hogy megérje, de természetesen ti tudjátok, én addig maradok, aki voltam, tisztelettel. Köszönöm, hogy megnéztetek, Hermitmont néztétek. Nyomjatok egy lájkot, diszlájkot, nyugodtan fejtsétek ki a véleményeteket ide a videó alá, majd abból csinálok egy reakció videót szerintem, illetve ha tehetitek, iratkozzatok fel a csatornámra, mert az tök jó nekem. Köszi, hogy megnéztetek. Csővász, csőpacsi, sziasztok!